A csendesülősben folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar tagjaival készült beszélgetés sorozata Bennfent Est, amelyben Erdélyi Teréz a zenekar kommunikációs vezetőjének vendégeként, ezúttal Bújtor Balázs, a kiváló hegedűművész, a szimfonikusok koncertmestere mesélt nagyívű pályájáról. Az történt, hogy ugye anyám és nagybátyám szólista, tehát koncertező művészek voltak, odaálltak a zenekar elé, és eljátszottak egy versenyművet. Ezt én nem annyira szerettem volna, meg nem is voltam annyira szorgalmas, ezt most már bevallhatom. Viszont koncertmester az lett az én fő csapásom, mert Minari Kede is megmondta, hogy kell egy csapat. Bújtor Balázs visszatekintésében hangsúlyozta családjának ikonikus hegedűművészei, édesanyja Perényi Eszter és nagybátyja Perényi Miklós, illetve édesapja, a hazai színjátszás legendája Bújtor István is nagy hatással volt jövőképére. Rúf Tamás igazgatóval dolgoztam, amikor ő karmester volt, egy olyan produkcióban vettem részt, és nagyon szimpatikus volt Dobszai Péterrel egyetemben, akivel a Danubiában dolgoztunk együtt. Úgyhogy nem nagyon volt kérdés, amikor hívtak, hogy jövök, és aztán komolyabbra fordítottuk a dolgot, játszottam egy próbajátékot is, és 2022. májusától hivatalosan is a zenekar tagja vagyok. Bújtor Balázs a hangulatos diskurzusban megerősítette, van még tennivalójuk, ugyanakkor olyan jövőképet mutat a zenekar, amely megdobogtatja a szívét, mert méltó a klasszikus zene hagyományaihoz.